Különböző ízesítésű kolbászok, gombás velő galuska, a legkülönfélébb pörköltek, cseh kézműves sör, helyi borok 17. alkalommal rendeztek Zombán gasztronómiai fesztivált szombaton. Nyugdíjasok mindjárt leszólítottak a sarkon, a huza pörköltjüket meg kell kóstolni, és a régi-régi kapcsolat alapján a Orosházi Kolbászklubnak az étkét meg kell kóstolni. A mindig teltházas program ötletét a kezdetek óta már más Tolna megyei település is átvette, és nagy sikerrel rendezi meg. A zombai német nemzetiségi önkormányzat képviseletében, a zombai romák képviseletében, tehát akik önkormányzati szinten is jelen vannak, és ugye tudni kell, hogy Zombán még van két népcsoport, a székelyek, illetve a felvidékiek, akik ezeken a rendezvényeken mind megmutatkoztak. Hát itt is bekapcsolódtak, és természetesen hozzákapcsolódva a település szinte minden lakosa. Idén a német nemzetiségi önkormányzat rendezett kiállítást az esten. A kiállításon igyekeztünk még fellelhető régi zombai svábok által féltve őrzött tárgyakat kiállítani, elsősorban textileket, illetve néhány bútorként is használható kis tárgyat. Valamint nagyon fontos volt az számunkra, hogy megpróbáljuk a gyerekekhez ezt közel vinni, tanultunk ezekről a dolgokról, és hogy ők hogyan látják, azt munkákban hogyan tudják nekünk reprodukálni. És ilyen tárgyakat is állítottunk ki. Az idei gasztronómiai fesztivál egy egyhetes rendezvénysorozat, a Kultúrák és Nemzetiségek Hete záró rendezvénye is volt egyben.